Győzik éppen kiszaladt a mezőről, és ott szalad. Enyré! Néhány benyomás a vidéki életről itt. Örülünk, hogy Isten ilyen csodálatos természetet adott, amit csodálhatunk, ahogy a szél megmozgatja a mező veteményes füvét. Nem tudom pontosan ez milyen növény itt, de amikor fúj a szél, ez olyan, mintha egy hullámzó tenger volna. És valaki erre a szép mezőgazdasági területre, itt a világ végén, ide épített egy kicsi faházat. És szeretném én azt bemutatni, hogy ilyen faházakat hogyan lehet könnyen és olcsón építeni, illetve hogyan lehet kerekekre építeni, hogy akár mezőgazdasági területekre is lehessen lerakni, illetve onnan elvontatni, hogyha szükséges. Schau, wie schön das gebaut ist. Und ihre Lagerstuben. Van egy kis veteményes kert is. Madár ijesztővel. Van, aki lakókocsit rak a mező mellé. Ennek csak az a nehézsége, hogy ez kevés, nehezen lehet hőszigetelni, átalakítani, nehezen lehet benne fűteni. Tehát ha az ember egy kis faházat akar építeni, vagy ebben akar lakni, az első kérdés, hogy hova, milyen telekre. A telekhez többféle módszer van. Ugye egy építési telek az általában sok pénzbe kerül, de a mezőgazdasági terület az olcsóbb. Ebből viszont nem szabad, nem mindig lehet kisebb területeket kapni. Viszont vannak olyan dolgok, hogy például egy telket, akár építési telket lehet bérelni, amit mondjuk 10 évre kibérel az ember, vagy 100 évre, vagy akár előre kifizeti, és így az építési telek is sokkal olcsóbb lehet. Most természetesen, ha az ember egy házat odaépít, akkor egy kőházat nem tudsz lebontani és elvinni, viszont ha egy faházat építesz, akkor egy faházat akár talán egy heti, két heti, attól függ, mekkora faház, munkával szét tudsz szerelni, és fel tudsz építeni máshol. Vagy pedig akár, hogyha kerekeken áll, akkor el is tudod vontatni. Ahogy mutattam is, ez a kis faház, amit itt lefényképeztem, ez egy ilyen traktor szekéren volt, arra volt építve, és ugye sokkal nagyobb területű a faház, mint a traktorszekér, tehát ezt így nem is lehetne vontatni, de ők ezt ott így csinálták, megerősítették vasakkal az alapot, és kitámasztották, hogy ne is billegjen. De úgymond kerekeken áll, tehát így állhat a mezőgazdasági területen. Na most lehet természetesen kocsi utánfutóra is építeni egy házat. Ehhez vannak olyan utánfutó trélerek, amik aránylag nagyok, tehát amik mondjuk egy ilyen 14 négyzetméter, vagy 12 négyzetmétert is megengednek, nem tudom pontosan. És ilyeneket is lehet használtan venni, de hogyha az ember utána ezzel mindig forgalomban jár, akkor azt ugyanúgy vizsgáztatni kell,
két évente, tehát, vagy hát időnként, ahogy elő van írva, attól függ, melyik országban, hogy tehát az aránylag drágább dolog, de ami olcsóbb, az pedig a traktornak az utánfutója, ami viszont súlyra ki kell bírja, akár hogy tudom én, 3 tonnát rárakjanak, vagy 2 tonnát. És annyit nem nyom egy faház, hogyha jól van építve, tehát talán 1,5 tonnát, hogyha nyom egy faház, ami egy olyan 14-15 négyzetméteres. Én azt javaslom, hogy az alapot mindenki jól csinálja meg, tehát egy traktor utánfutót kibővíteni azt lehet, és azt érdemes vasakkal, ez a vas szerkezet, ez is azért pénzbe kerül, de nem megfizetetetlen. Tehát egy traktor utánfutót akár használtan lehet már egy talán olyan 200-300-400 euróért venni. Vas szerkezetet hozzá szintén egy olyan 300, hát mondjuk olyan 100 000-200 000 forint körül lehet, hogy belekerül az a vas, amivel egy szerkezetet lehet még rátenni, attól függ, hogy milyen az utánfutó. És erre utána lehet építeni a faházat. Én azt javaslom, hogy kész faházat érdemesebb venni, akár egyszerűt, de aminek az alapszerkezete készen van, és erre érdemesebb az embernek magának leszigetelni, szigetelőanyagot rakni. Egy 10 centi szigetelés, tehát a fára jön egy fólia réteg, utána egy kőzetgyapot, vagy üveggyapot, vagy nikecel, hungarocell, és utána megint egy fólia réteg. És ezután egy faburkolat is még jó lenne, akár egy olcsóbb fából, attól függ, hogy kinek milyen az ízlése, meg a lehetősége, de ezt az egészet aránylag olcsón meg lehet oldani, tehát mondjuk egy faház készen, és az már drágább, mint hogyha az ember maga gerendákból összecsavarozna a házat, de ha készen vesz az ember, az is egy olyan talán 4000 euróért már lehet kapni egy olyan 13-14-15 négyzetméteres faházat. Ha pedig az ember maga egy-két gerendát fölállít, és arra rácsavarosz lambériákat, akkor pedig még sokkal olcsóbb, de akkor a ház szerkezetére vigyázni kell, hogy az ember elég stabil szerkezetet csináljon. Hogyha megvan ez a faház, a tetőre a legolcsóbb megoldás, vagy legkézenfekvő megoldás, ami könnyen szerelhető is, hogyha az ember bitumen lemezeket rak, ilyen hullámlemezek, ami papír és bitumen keveréke, és azt elég könnyű fölrakni, felszerelni. Aztán több kérdés van, az egyik kérdés a fűtés. Most a fűthetőség, én javaslom, hogy az ember kályhát rakjon be a házba, és úgy oldja meg a kéményt, hogy a fától legyen egy 50 centi távolság a kéményre, és azt a részt éghetetlen anyagokkal, tehát mint például üveggyapottal kéne kitömni, illetve vasból megcsinálni ott a tetőt. És akkor így a kémény rendbe volna nagyjából, és a ház fűthetővé válna kályhával. És egy ilyen kis házat kályhával kifűteni nagyon könnyű, mert ugye kevés négyzetméter, kevés légtér, nem is kell hozzá nagyon sok fa, amit az ember tüzel, gyorsan meleg lesz, és így tovább. Ami a következő téma, ami a WC-t illeti. Ugye itt javasolnék egy ilyen elválasztást, hogy a pisit és a kakit külön válassza az ember. Mind a kettő, hogyha külön van, akkor komposztálható, és ahogyha mondjuk az ember fűrészport szór a kakira, akkor az sem lesz büdös. Tehát vannak olyan megoldások,
ahol aránylag higiénikusan és rendesen megoldható az, hogyha az embernek nincsen csatornához való csatlakozása. Én igazából még inkább javasolnám, hogy a házon kívül egy kinti WC-t csinálni, földbe egy lyukat, rá egy fa fedelet és ülőkét, ezt akár nagyon könnyen, nagyon gyorsan meg lehet csinálni. És ez nem akkora nagy kényelmetlenség, mint ahogy sokszor a városban felnövekedett városlakó emberek gondolják. Tehát ez nem akkora nagy gond. Természetesen a szennyvíz elvezetés egyébként, hogyha mondjuk valaki fürdik, vagy ilyesmi, az is egy kérdés, de vagy ha mosogat, de ezekre is vannak olyan megoldások, amik környezet barát anyagok, tehát például mosó dióval, hogyha az ember mos, hát nem hiszem, hogy ott olyan szennyezés kerülne, ami csak a tisztító üzemekben tisztítható ki. Természetesen, hogyha valaki erős vegyszereket használ, az nem jó, hogyha az ki megy a szabadba, de hogyha az ember keres megoldásokat, akkor találhat megoldásokat. A víz ellátás az egy nagyon fontos kérdés. Honnan vesz az ember ivóvizet, főleg, hogyha valahol a világ végén egy mezőn lakik. Az jó lenne, hogyha volna a közelben víz. Hogyha van akár nem ivóvíz is, az megtisztítható olyan szűrővel, amit egy ilyen pumpához hasonló szűrő, ez sem annyira megfizethetetlen, például az elmúlt években azt hiszem 300-400 euró körüli pénzért lehetett olyan szűrőt kapni, ami 10 000 liter víz megtisztítására alkalmas, most már biztos felment ennek is az ára, de nem megoldhatatlan probléma. Természetesen érdekes az esővíz gyűjtése is, és az is, hogy az ember télen hogyan gondoskodik arról, hogy ne legyen, ne fagyjon be mindez. Még egy dolog, ami érdekes, az áram. Egy napelemrendszer, egy működő napelemrendszer, talán egy 1000 euróból megoldható, mondjuk olyan rendszer, ami nem tehát nem arra van kitalálva, hogy fűtsünk vele, nem arra van kitalálva, hogy boilert használjunk, nem arra van kitalálva, hogy főzőlapot használjunk, de arra bőven elég, hogy egy hűtőszekrényt üzemeltessen, vagy akár egy számítógépet, telefont, vagy egy porszívót, tehát ami ilyesmire elég. Tehát ez is gyakorlatilag megoldható, hogy az ember a világ végén egy áramszolgáltatást kapjon a napelemből, és ez sem elérhetetlen. Most nem akarok ehhez részleteket mondani, de akit érdekel, szívesen segítek neki ebben a témában, hogy hogyan tud ilyen napelem szigetrendszert csináltatni, vagy csinálni, ami erre alkalmas. Természetesen ehhez érdemesebb olyan rendszert keresni, ahol olyan minden 12 volton, vagy 24 volton működik, mint a kemping berendezéseknél, egy kemping hűtőszekrénynél, vagy ilyesmi. Az is érdekes még ebben a vonatkozásban, hogy egy ilyen kis házat nehogy elvontasson valaki, nehogy ellopjon valaki, tehát érdemes elgondolkodni arról, hogy hogyan lehet ezt úgy lelakatolni a földhöz, hogy ne lehessen ellopni. És az is egy szokás kérdése, hogy az ember tud-e meglenni idegenben úgy, ahol messze senki nincsen.
Szerintem ez teljesen megszokható, és ettől egyáltalán nem kell félni, de tudom, hogy városlakók számára ez egy nehéz kérdés az elején. Egy nagy kérdés még az is, hogyha mondjuk a mindentől messze laksz, és csak egy 15 négyzetméteres házad van, akkor hova rakod a szerszámaidat? Tehát valószínűleg szükség lesznek ilyen-olyan faházakra még külön is szükséged lesz, tehát ahol szerszámokat tudsz tárolni, de hogyha például barátok vagy testvérek közelében volnál, akkor tudnád az ő szerszámaikat használni, és ez egy nagy könnyebbség volna, mert ez gyakorlatilag szintén egy nagy beruházás, hogyha mindent magad veszel, ásótól kezdve a talicskáig, a körfűrésztől kezdve a csavarozógépig. Tehát néhány szerszámra van szükséged, de ezek olyan dolgok, amiket meg lehet tanulni, mondjuk egy körfűrésszel vágni, vagy egy láncfűrésszel vágni, ezt bárki könnyen megtanulhatja, és összecsavarozni egy házat, összeépíteni egy faházat, ez tényleg nem nehéz, hogyha az embernek egy kis segítsége van, vagy egy kicsit betanul ezekbe a dolgokba, akkor gyakorlatilag egyedül meg tudja oldani, vagy egy kis segítséggel fel tudja építeni ezt a házat. Egy ilyen ház felépítésére körülbelül egy hát a berendezéssel együtt azért egy hónapnyi munkát szerintem rá kell szánni. Tehát itt amellett, hogy az ember megvásárolta a házat és odaszállítatta, az arra is szükség van, hogy maga dolgozzon. És ami a szállítást illeti, sokkal könnyebb, hogyha a ház olyan helyen fekszik, ahol autóval elérhető. Van sok olyan telek, ahol hiába gyönyörű az egész, de autóval nem megközelíthető, és hogyha mondjuk 100 méterre le kell cipelni kézzel másfél tonnányi anyagot, akkor az azért nehéz munka. Itt Ausztriában lehet a willhaben.at, tehát W-vel willhaben.at honlapon, ott pedig a marketplace, vagy tehát ilyen bolhapiacnak megfelelő rubrikában találni sok olyan nagyon olcsó, vagy akár ingyenes építőanyagot, vagy mit tudom én, fürdőkáttól kezdve mindenféle belső berendezést, amit az emberek kidobnak, mert újat akarnak venni helyette, vagy nagyon olcsón továbbadnak, és ezt is érdemes meggondolni, hogyha az ember mondjuk egy ablakot akar, vagy ha ezt, vagy azt, vagy amazt be akar építeni a házba, akkor így használtan nagyon olcsón meg lehet venni talán egy tizedért, vagy huszadáért azt a dolgot, amit az ember egyébként a boltban sokkal drágában kapna csak meg. Az egyetlen dolog viszont, hogy mindezekhez időre van szükség. Tehát ahhoz, hogy te megtanuljál ezekkel a dolgokkal élni, hogy te kiköltözél vidékre, és akár egy ilyen kis házat felépítsél, ahhoz neked szükséged van arra, hogy barátok segítsenek, hogy oda lejárjál, hogy oda elmenjél, átmenetileg valahol lakjál, és így tovább. És sokan talán úgy is gondolják, hogy ó, majd, hogyha eljön a nyomorúság ideje, vagy hogyha el kell hagyni a városokat, akkor majd az én barátaim, meg testvéreim engem felvesznek az ő házukba, de sajnos én ennek pont a ellenkezőjét látom, tehát például most éppen az elmúlt héten egy kislánynak próbáltunk keresni egy lehetőséget, hogy a városban valakinél aludjon egy héten 3 éjszakát, és csak a tanév végéig, hogy az iskolai tanulásait befejezhesse, mert az az illető, akinél eddig lakott, az egyszerűen meghalt, és ott nem tud lakni, és most naponta 5 órányit kell ide-oda utaznia. És a tapasztalatunk az volt, hogy több testvért is felhívtunk, illetve ennek a kislánynak az anyukája
az összes lehető ismerősét megkérdezte, közülük szinte mindenki hívő, és magát úgymond az Isten gyermekének valló, de senki, eddig még senki nem engedte meg, hogy nála otthon lakjon, még fizetés ellenében sem. Tehát láthatjuk, hogy most is az emberek, hogyha tényleg arra fordul a sor, akkor nem segítenek egymásnak. Amíg a gyülekezetben ülünk, és a mellettünk levő testvérről nem tudunk sokat, és csak boldog szombatot kívánunk neki, vagy boldog vasárnapot, addig minden rendben van, de hogyha arra kerül a sor, hogy egzisztenciálisan össze kéne tartanunk, és valakinek tényleg szüksége volna segítségre, akkor általában még pénz ellenében sem segítenek egymásnak a testvérek, és ez egy nagyon-nagyon keserű felismerés. És ennek kapcsán az jutott nekem eszembe, hogy vajon, amikor eljön majd a nyomorúságos idő, akkor hova fognak menni azok az emberek, akik nem gondoskodtak maguknak szállásról vidéken, vagy egyáltalán legalább a baráti kapcsolatokról. Én úgy gondolom, hogy nem lesz ott sem máshogy. Ami pedig az idők közelségét illeti, nincs alkalmam mindig tudósítani mindenféléről, de gondolom más forrásokból is értesültök arról, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége, ENSZ 2030-ig úgy meg akarja változtatni az egész világot, hogy az a fenevad bélyegének a ránkényszerítését teljesen lehetővé tegye. Természetesen ezt ők nem így nevezik, de amikor az ember egyre többet hall a digitális pénzekről, sőt arról, hogy állítólag minden kormány a világon beleegyezett abba, hogy ebbe az irányba akar változtatni a következő években. Amikor látjuk a ChatGPT-t, amiről talán hallottatok már ti is jelentéseket, egy mesterséges intelligencia, ami rendkívüli dolgokat képes megtenni. Amikor látjuk a drágulást és a politikai helyzet bizonytalanságát világszéles módon, háborúkat és egy erkölcsi romlást, akkor egyszerűen nem tudom megérteni, hogy vajon mire várnak még azok az emberek, azok a testvérek, akik még mindig a városban laknak. Az elmúlt 2-3 év bemutatta nekünk azt, hogy milyen hamar megváltozhat a világ, és az embereket üldözhetik, akik máshogyan gondolkodnak. És épp a szegényebb országoknál, például most Tájföldön voltak választások, és az egyik jelölt azt ígérte, hogy ha őt választják, akkor körülbelül 270 eurónak megfelelő ottani pénzt ad minden egyes háztartásnak, vagy embernek, ami digitális kriptovalutában van, amit az ember csak ott a környéken adhat ki, azért, hogy az közvetlen környezetben a gazdaságot fellendítse. Na most az embereknek a lakóhelye környékén. Na most ez a tendencia, hogy ezekkel a kriptovalutákkal már főleg a szegényebb országokban nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttek a kormányok, tehát ez sokkal kontrollálhatóbb, ellenőrizhetőbb, és látjuk, hogy ez teljesen útban van, ehhez nem kell már sok, hogy átváltson a kormány ezekre. Láthatjuk azt a tendenciát is az elmúlt 3 évből, hogy az életet alig lehet már finanszírozni, és különböző szociális alapokból, különböző támogatásokból tudnak megélni csak az emberek, a cégek is. És egy ilyen szocialista vagy kommunista rendszer jön ezzel létre. De ez teljesen függővé tesz mindenkit. Tehát, hogyha digitális pénzekről beszélünk, akkor ez nem a jövő zenéje, hanem ez a közeljövőben van, a következő néhány hónapban, néhány évben,
számolhatunk ezzel, ha nem is talán a legextrémebb formában, de olyan formában, ami megengedi azt, hogy nagyon-nagyon hátrányba kerüljenek azok, akik az Isten parancsolatait meg akarják tartani, vagy a saját elveik szerint szeretnének élni, hogyha nem képesek önellátóan élni. Ezért szeretném még egyszer mindenkinek a szívére helyezni ezt a témát, a vidéki élet témáját, és úgy gondolom, hogy itt nincsen vesztegetni való idő. Úgy gondolom, hogyha tudnátok, hogy ez milyen nehéz, és hogy hányadik nekifutásra tud csak az ember egy-egy dolgot megtenni, például a földművelés területén, vagy egy-egy növény termesztésénél, és hogy mennyi tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember ebből tudjon tényleg élelmiszert produkálni magának, akkor biztos, hogy nem a városban volnátok, és biztos, hogy nem azzal töltenétek az időtöket, amivel most töltitek. Természetesen az embernek az igényeit is reálisan kell megfontolnia. A kényelem az más a városban, én tudom, de meg lehet szokni a vidéki életet, és meg lehet szokni azt is, hogy az ember autóval messzebbre megy, vagy vonattal, vagy busszal. Így kívánom nektek Isten segítségét a döntésetekben, de kérlek, gondolkodjatok reálisan, és ne áltassátok magatokat naív gondolatokkal. Általában a testvérek között nem találni olyan embereket, akik igazán ilyen egzisztenciális dolgokban segítenek, és ezért szükség az, hogy aki teheti, minél hamarabb váltson és lépjen a maga érdekében. Köszönöm a figyelmeteket!